Remény az elhagyatottságban. Talán fordult már elővelünk, hogy úgy éreztük, hogy senki sem ért meg bennünket. Teljesen magunkra maradtunk lehet, hogy még ki is csúfolnak bennünket, Kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, és csak egyre-egyre több a baj és az ellenség. Ráadásul, hiába magyarázzuk, csak csóválják a fejüket, és úgy érezzük, ahogy mondani szoktuk, hogy nem fogják, hogy mi is a mi bajunk. A 22. Zsoltár erről a lelkiélményről szól, ahogyan ez Dávid megélte, és ahogyan majd később évszázadokkal később valaki szintén megéli ezt az értetlenséget, ezt az elhagyatottságot. De hallgassuk a Zsoltárt magát. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van segítséged, jaj szavamtól. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, Izrael dicsérő énekei között trónolsz, benned bíztak atyáink, bíztad, és megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek, benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, és nem ember. Emberek csúfja és a nép utálata. Mindenki csúfolkodik rajtam, aki engem lát, elhúzzák szájukat és fejüket rázzák. Az Úrra bízta magát, mentse meg ő, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Te ki engem anyám méhéből is, biztonságban voltam anyám emlőjén. Születésem óta gondod volt rám, anyám méhétől fogva te voltál Istenem ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Bikák sokasága kerített be engem, körülfogtak básán bikái, feltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Olyan vagyok, mint a kiöntött víz. Minden csontom kificamodott. Szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Erőm kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél engem. Mert ebekvettek körül, a gonoszok serege fogott körül engem, átjukasztották a kezemet és a lábamat, megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek de te, Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem, siess segítségemre. Szabadítsd meg lelkemet a kartól, és egyetlenemet a kutyák karmaiból. Ments meg az oroszlán torkából, és a bivajok szarvai közül hallgass meg engem, hadd hirdessem nevedet testvéreimnek, és hadd dicsérjelek a gyülekezetben. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt. Jákob minden utóda, dicsőítsétek őt. Izrael minden magzata, féljétek őt, mert nem veti meg, és nem utálja meg a szegény nyomorúságát. Nem rejti el arcát előle, és mikor hozzá kiállt, meghallgatja. Rólad szól dicsérő énekem a nagy gyülekezetben. Fogadásaimat megadom azok előtt, akik félik őt. Esznek a nyomorultak, és megelégszenek. Dicsérik az Urat, akik őt keresik. Éljen a szívetek örökké. A föld határáig mindenki megemlékezik az Úrról, és megtér hozzá. Leborul előtted a föld minden nemzetsége, mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken is. Esznek és leborulnak mind, akik gazdagok-e földön. Ő előtte hajtanak térdet a halandók, mind, aki nem tarthatja életben a lelkét. Őt szolgálják a fiak, az úrról beszélnek az utódoknak. Eljönnek, és hirdetik az utánuk születendő népnek, hogy igaz ő, aki ezt cselekedte. Egy szép Zsoltár, egy hosszú Zsoltár, a 22. Zsoltár. Kevés Zsoltárról mondható el, hogy olyan nagy hatással volt az új szövetségre, a kereszténység születésére, mint ez a Zsoltár a maga 32 versével, 31-32 versével pontosan foglalja össze az ember állapotát Isten nélkül. Azt az állapotát, amit az ember megél, amikor úgy érzi, hogy zárva van a menny, hogy kitették a most nem hallgatlak meg táblát. És a Zsoltáros lankadatlanul ostromolja a kaput, zörget, kiált, esedezik, könyörög hogy hallgassa meg őt az Isten. Elhagyatott, kicsúfolt, védtelen, kiszolgáltatott ember, egyre több az ellenség, egyre közelebb van az ellenség, senki sem érti meg őt. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem, mondja rögtön a Zsoltár legelején. Olyan távol van a te válaszod, nem hallgatsz meg, éjjel-nappal kiáltok hozzád. Pedig, pedig tudom, hogy te ki vagy, tudom, hogy bízhatom benned, nem, nem kételkedem. Hidd el, hidd el, emlékszem a történetekre, hogy benned bíztak atyáink is, amikor bíztak, te megszabadítottad őket, és amikor hozzád kiáltottak, megmenekültek, és nem szégyenültek meg, de, de ez múlt, ez a múlt, most hol vagy? Most hogyan segítesz nekem? Most miért érzem magam mégis egyedül? Nem is csak, hogy egyedül, hanem olyan nyomorultul, mint egy olyan megrendít, hogy a hetedik versben olvassuk, mint egy kicsike kis féreg, egy picike is szétnyomható, undorító kis teremtmény, akire senkinek nincsen gondja. Emberek csúfja lettem, és a nép utálata panaszkodik a zsoltáríró, Dávid. Mindenki csak csúfolódik rajtam, fejüket rázzák, kellett neked az Istenben bíznod, na megnézheted magad. Hányszor fordul meg az ember fejében ez a gondolat? Itt a Földön mindig, mindig, mindig megéri az Istenben bízni. Mindig megkapom a várt szabadítást, mindig megkapom a várt választ, mindig úgy történnek a dolgok, ahogyan én szeretném. Igen, igen, tudom, a múltban, mondja a Zsoltáros, ismerlek, hiszen te hoztál ki engem anyám méhéből, és jaj, de biztonságban is voltam anyám emlőin születésem óta, te voltál Istenem, és és most itt van a nyomorúság, és pont te hiányzol mellőlem. Megrendítően szép a 22. Zsoltár. Az őszinteség Zsoltára, amikor az emberi lélek csak egyetlen egy dolgot tud megélni, az elhagyatottságot, a baj közelségét, és, és az isteni érzéketlenséget, mint hogyha nem figyelne rám. Szemben a bajjal, olyan megrendítően kifejezőek, ezek a költői képek, az úgynevezett állatos képek a bikákról, az oroszlánokról, amelyekről azt mondja a Zsoltár író, hogy körülfogtak, bekerítettek, feltátották rám a szájukat, ragadozók, ordítók. Az ember egy idegen értékrend közepén érzi magát gyakran ebben a világban. Az erőszak, a ragadozás, és ezzel szemben a személyes védtelenség, a parányi férek teremtmény, akit eltaposnak, körülvesznek és mindjárt szétszaggatnak. Mint hogyha a Biblia szereplői nem ismernék ezeket az érzéseket. Mint hogyha, mint hogyha arra kéne gondolnunk, hogy az Isten érzéketlen, vagy eltitkolja azt, hogy olykor a benne bízó ember is megéli ezt a fajta nyomorúságot, pedig bízik benne mégis, Valóságosabbnak érzi az őt körülvevő bajt, mint amennyire meg tud kapaszkodni a múltban már annyiszor megtapasztalt segítségben, gondviselésben. Akkor most ne bízzunk tovább Istenben? Akkor most szégyeljük magunkat, mert ilyen bizalmatlanok vagyunk? Semelyik nem jó út. A oltáros nem is választja semelyiket megéli és szavakba önti azt, amit megél. Isten előtt mondja el, és Istennek mondja el, olyan vagyok, mint a kiöntött víz. Nincs, aki összeszedjen. Minden csontom kificamodott, semmi nem illeszkedik semmihez, se gondolat a gondolathoz, se érzés az érzéshez. Minden szétszórva, vagy, vagy a levegőben lógva, rendezetlen. Szívem olyan lett, mint a viasz, megolvad bensőmben. Nincs a lüktetés, nincs az erő, nincs a késztetés, nincs az élet bennem. Erőm kiszáradt, mint a cserép, és a halál porába fektettél engem. Átjukasztották kezemet, lábamat, néznek és bámulnak rám, köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem, siess segítségemre, nem adja fel a zsoltáríró. És én azt hiszem, hogy az imádságnak és az ima életnek ezt a legfontosabb vonását feltétlen érdemes ebből a Zsoltárból is magunkkal vinni. Nem adja fel. emlékezik a múltra, de hogy őszinték legyünk, ha összeszámoljuk a 31 versből, összesen 6 vers szól a múltról. Arról, hogy tudom, tudom, atyáinknak is segítettél, sőt, tudom, tudom, engem is gyermekkoromtól kezdve gondot viseltél rólam, de ez csak 6 vers. A jelen 15 versben mondja el azt a jelent, ami arról szól, hogy közel a nyomorúság és távol az Isten. Hangos az ordító oroszlán és néma a menny, de nem adja fel. Mert tudja, hogy van remény az elhagyatottságban is. Tudja, hogy a csend nem érzéketlenséget takar. Tudja, hogy amikor Isten nem cselekszik, nem biztos, hogy nincs ott. Tudja, hogy az atya szeretete, az örökké való jósága, Változhatatlan. A körülményeket nem érti. Önmaga érzéseit nem érti, de tudja, hogy emiatt nem kell önmagát sem ostromolnia. Ostromolja a mennyet, és újra és újra odafordul: szabadítsd meg lelkemet a kartól, életemet, egyetlenemet a kutyák karmaiból, menj meg az oroszlán torkából, a bivajok szarvai közül hallgass meg engem. Aki már volt bivajok szarvai között, vagy oroszlán torkában, tudja, mit jelent fizikailag és lelkileg ez az állapot. Már nem csak körülzárnak, hanem mindjárt lenyelnek, szétszagadnak. Ez itt a vég, és Istenem, hol vagy te? De amikor eljut idáig a Zsoltáríró, akkor fordulat, akkor jön a fordulat a szavaiban és a gondolataiban. Mindent kitett az Isten elé. A zsebéből, a szívezugaiból az összes félelmet, az összes aggodalmat kipakolta és elmondta, hogy tudom, 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 de most nem hallak, de most nem vagy itt, de, de akkor is tudom, hogy tudom, hogy van remény az elhagyatottságban. És olyan érdekes, ahogyan a Zsoltár egész gondolata és egész hangulati íve változik. Nem megtörik, hanem felfelé billen. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt. Jákob minden utóda, dicsőítsétek őt. Izrael minden magzatja féljétek őt különleges ez a vers, a 24. vers, amikor Jákob utódairól és Izrael magzatairól beszél. Jákob, az ősatya, aki új nevet kapott, az Izrael nevet, akkor amikor a legnagyobb tusakodása volt. Mózes első könyvében olvashatjuk, ahogyan szembesülnie kellett a múltjával, a rendezetlen kapcsolataival, az ügyeskedéseivel és és amikor Istenhez ment imádkozni az éjszaka, a leple alatt egy idegen támadja meg az életére, törés és úgy érzi magát, mint a Zsoltár író, szóval mindannyiunk életében ott vannak a Jákobi éjszakák. Mindannyiunk életében ott vannak a lelki-fizikai megsemmisülés közelségének a pillanatai, amikor, amikor nem is pillanatokig tartanak, hanem annál hosszabb időszakokig. Egy beteg ágyon feküdve, Reménytelenül, de mégis azt a bíztatást kapva, hogy de maradj életben, de szedd össze magad, de leszelte még jól, és tudjuk, hogy ez félig igaz, de legalább félig nem igaz, mert olyan már sosem leszek. ízve becsapva vagy elhagyva, amikor emberekben veszítjük el a bizalmunkat, amikor megrendülnek a kapcsolataink, amikor nem csak az egészségünkről, hanem a az egzisztenciális, a közösségi életünkről, a hivatásunkról, vagy az egész körülöttünk lévő világról, a háború, a természeti jaj kiáltásai, amit az ember az utóbbi fél évszázban olyan tragikusan tönkretett. Mind-mind Istenhez hajtanak bennünket, mert azt mondja a Zsoltáros, nem veti meg és nem utálja meg a szegény nyomorúságát. Nem rejti el arcát előle, amikor kiált hozzá, hanem meghallgatja. És amikor már-már végeznénk a Zsoltár gondolataival, újra eszünkbe jut az a valaki, aki ezt a Zsoltárt Máté evangéliumában olvassuk, hogy hivatkozza a 27. fejezet 46. versében a kereszten függő Jézus Krisztus. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Éloj, éloj, lama szavaktáni. Jézus Krisztus, aki magára maradt, elhagyatva, kicsúfolva, az Istenre bízta magát, most mentse meg őt, hiszen gyönyörködött benne, védtelenül. Bármelyik teremtmény oda ment, hogy megüsse, hogy leköpje, hogy megszégyenítse. Kiszolgáltatva, elhagyatva, egyre több ellenséggel, akik előtte napokban, hetekben, hónapokban lehet, hogy lehet, hogy lelkesedve hallgatták őt, de mire elég a lelkesedés? Ott van Jézus, és nem értik meg, ott van Jézus, és a menny zárva van, hiszen az atya feláldozza a fiát, ahogy Ábrahám Izsákot, fájó szívvel, remegő kézzel, könnyes szemmel, ahogy egy atya ezt teheti. De odaadja a bűnös emberért, hiszen olyan régi ez a jelkép a Bibliában, hogy egy ártatlan bárányt visz az ember Isten elé áldozatként, hogy Isten előtt bűnösként megjelenhessen, ezért ráfogja a bárányra és a bárány a maga ártatlanságával némán elviseli ezt. Az Isten, az Atya elküldte az ő egyszülött fiát, az örökkévaló kiszolgáltatta nekünk embereknek, mert pontosan tudta, mit fogunk tenni Jézussal, ha őt ideadja nekünk, és Jézus nem védi meg magát. A 22. Zsoltár Jézus Krisztus Zsoltára. Emellett a 22. a mi Zsoltárunk aki elmondja, tudhatja, hogy Jézus mindent átélt, amit csak az ember átélhet, elhagyatottság, kicsúfoltság, védtelenség, kiszolgáltatottság, vagy meg nem értettség terén. Jézus tapasztalata a mi tapasztalatunk, hogy megmutassa az ő szeretetét, nem csak az együttérzésben, hanem abban is, ahogy bűneinkért önmagát áldozta. Mert ő ártatlanul szenvedett, miközben mi sokszor azért ludasak vagyunk a ránk váró vagy ránk következő nehézségekben. De ő átvállalta annak a terhét bárányként, hogy megmutassa azt, hogy maga az Atya szeret bennünket. Az örökké való siet segítségünkre. Ahogyan a zsoltárban olvassuk, és majd akkor a föld határáig mindenki megemlékezik az Úrról, és megtér hozzá, leborul előtted a föld minden nemzetsége. Eljönnek és hirdetik az utánuk születendő népnek, hogy igaz ő, aki ezt cselekedte. Szinte jelenések könyve gondolatai és szava igé jutnak az eszünkbe, ahogyan leborulnak előtte a népek, és azt mondják, igazak és igazságosak a te utaid, ki ne félne téged, hiszen a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek, a te szereteted nyilvánvalóvá lett, a te megváltásod nyilvánvalóvá lett, a te igazságos, bölcs ítéleted nyilvánvalóvá lett. Te ezt cselekedted. Köszönjük Istenünk. Köszönjük Istenünk, hogy mindig van remény az elhagyatottságban is.